Idős nő próbál kijutni kutyájával szabálytalanul a Lánchídnál a Széchenyi tér parkjából. Egyébként ide szabályosan be sem lehet jutni. De ez hamarosan megváltozik, a Budapest Szíve program ugyanis teljesen megváltoztatja majd ezt a teret is. Az a tervünk, hogy a Lánchídra felhajtó forgalmat azt a tér déli részén vezessük fel, és ugyanúgy, ahogy lehajt a forgalom a Lánchídról, ugyanúgy hajtson fel is rá, és a megmaradó helyen, így a paloták előtti útszakaszon ki tudjuk bővíteni a teret, és a bazilika felől egy összefüggő gyalogos kapcsolatot tudjunk rávezetni a Lánchíd északi járdájára. Az akadémia előtt megszűnik, majd a parkoló is ott is zöld parkot és sétálóutat alakítanak ki a gyalogosoknak. A megújult Károly körutat most adták át, az időközben kiszáradt díszfákra még tábla is került, hogy azokat ősszel kicserélik. De 2013-ra jelentősen megváltozik majd a Ferenciek tere is. Ez az aluljáró, amivel a hídra lehet felhajtani, megszűnik. Az Erzsébet hídra egy új felhajtón tudnak majd felhajtani a Pesti hídfőben, az Erzsébet híd Pesti hídfőjében a március 15-e téren. Úgy tudjuk, a Mátyás pincénél lévő most egyirányú lehajtó átalakul és felhajtó is lesz. És ahol ez a munkás szabálytalanul átszaladt az úton, ott zebrák lesznek. A Budapest megújulását célzó program ugyanis több aluljáró bezárását tervezi. A Budapest Szíve program aluljárók helyett gyalogátkelő helyeket akar a városban. Azt mondják ugyanis, hogy Budapest annyira szép műemlékekben, hogy érdemes inkább közöttük sétálni, és nem alattuk. A tényeket Kadlecse Krisztián tudósította.